Megszokhattátok, hogy minden alkalom, amikor tech bemutatót készítek nektek, akkor oda szeretnék figyelni a részletekre, és elmondani, hogy a dolgok, amiket megmutatok, azok mennyire vannak magasan az adott kategóriában, amiről beszélünk. Hát szerintem elmondhatom, hogy ez a váza a vízipipák legalja. A mai tech bemutató nem más lesz, mint egy vízi pipa. Az eszköz használata egyébként viszonylag egyszerű lesz, illetve össze is fogjuk szerelni, és utána letesztjük, hogy hogyan futnak rajta a különböző dolgok, de szerintem először ismerkedjünk meg azokkal az emberek, akik segíteni fognak nekünk ebben a technikában. Első személy, akinek a segítségére számítunk, az Gergő. Szevasztok! Illetve Vöri. Ciao. Azt akkor nincs oda semmit én benne. Ciao. Illetve Vöri. Ciao. Szóval Gergő, ha összetudnád foglalni röviden, hogy igazából a vízipipának mi is a lényege? Hát a lényege szerintem összességében az, hogy egy jó közösséget tud kovácsolni. Jó, tehát igazából arra jó ez az eszköz, hogy szépen be tudjuk pakolni ugye vízünket, nyilván benne van a neve vízipipa, technológiákon keresztül ugye ezt ki tudjuk belőle juttatni, ezzel elérve azt az eredményt, amiért ez a termék igazából létrejött. Na és most, hogy látjuk, hogy megtöltöttük vízzel ezt a kis kancsókánkat, ami igazából gyakorlatilag a hűtőtartály lesz az egésznek. Ebbe most melyik részét kell beleraknunk? Igen. Na, tehát most gyakorlatilag van egy ilyen hosszú részünk, ez mondhatjuk úgy, hogy gyakorlatilag a középső eleme az egésznek. Ez lesz, gondoljatok rá úgy, mint egy alaplap. Ehhez fogunk csatlakoztatni minden mást. Szóval ugye ezt behelyezzük és óvatosan becsavarjuk. Nagyon fontos, hogy normális csavarokkal van rögzítve, szóval tudom ajánlani. Normális, egyszerű csillagcsavarhúzónak a beszerzését az összeszerelés előtt, mert ez sokat fog tudni segíteni nektek. Mint ahogy láthatjuk egyébként most Vörének a kezében, egyébként itt vannak ugye a csövek, amiket használni fogunk. Ennek négy kivezetése van, a megszokott kettő helyett egyébként négy irányú lúgba fogjuk őket pakolni, és a hűtő folyadék igazából ezekben fog úgy áramolni, hogy az átelenes oldalon fog ugye belőle kijönni, tehát innen jön ki és innen jön ki, illetve itt megy be, és itt megy be. Az a probléma, hogy ez ugye nincsen egyértelműen megjelölve rajta, tehát ez valami olyan, amire mindenképpen oda kell figyelnetek összeszerelés közben. Fordítva, ugyanis itt a mi a logó, és ettől jobbra kell rakni az első szlotot, ugyanis így lesz igazán gyors. Mint ahogy látjuk, most az összes csövünk be van kötve, és ugye normálisan át van vezetve rajtuk minden, amire szükségünk van, és ugye itt a center konzol fölött már elhelyeztük ugye ezt a tálcát itt. Na most ennek a tálcának igazából annyi funkcionális haszna nincsen, ez inkább esztétikai ugye megfelelője, gyakorlatilag olyan, mint egy számítógép, hogy belenézünk, akkor az RGB világításnak felel meg ezeknél a termékeknél. Semmi komolyra nem kell tőle számítani, viszont mindenképpen, te mondom, esztétikai nagyon-nagyon jól néz ki tőle. Enélkül egy kicsit komolytalannak tűnne az egész. Mint ahogy láthatjuk, ezeket a kis fekete kockákat igazából fel kell először is melegítenünk. Nagyon furcsa lehet, mert igazából pont fordítva csináljuk azt, mint amit egy normális számítógépnél szeretnénk, de ugye nyilván ez a rendszer ez teljesen más elvek alapján működik. Ezek a kis kockák gyakorlatilag egy kis hőtartályként fognak működni nekünk, és ameddig ezek hőt tudnak leadni, addig a teljesítmény normálisan megmarad egy bizonyos szinten. Ezért nem szabad engednünk, hogy ez a hőmérséklet ez lecsökkenjen. Nyilvánvalóan ez nem feltétlenül kötelező ilyen nagy mennyiségben, de minél több ilyenetek van, annál jobb teljesítményre lehet számítani. Ahogy most láthatjuk, a kenőanyag egy ilyen érdekes állatban érkezik, olyan, mintha ilyen nedves növények lennének. Nem kell megijedni, igazából ez 100%-ig mesterséges eredetű egyébként, és ezt egy kicsit fel kell aprítanunk, illetve gyakorlatilag egy kicsit ilyen pépessé kell változtatnunk, ahhoz, hogy ezt ugye be tudjuk tölteni kenőanyagként a processzor, illetve a processzor hűtő közé. Amikben ezt nem tesszük meg, akkor a hűtés egyszerűen borzalmas lesz, és igazából semmi értelme nem lesz annak, hogy ezt mi beraktuk. És lehetjük, megfogjuk magát a központi feldolgozó egységünket, az ugye angol a processzort, és ezt a felső kerem területet kell megtöltenünk ezzel az anyaggal. Arra nagyon vigyázzatok, hogy a közepébe ne menjen, ez igazából nagyon-nagyon veszélyes, hogyha oda bekerül, ugye. Az gyakorlatilag a belső érintkezőket fogja eltömíteni, és akkor a felhasználása szinte lehetetlen lesz ennek az eszköznek. Ezt
érdemesebb először egy ilyen védőkupakkal csinálni, amit alapban egyébként adnak az eszközhöz. Ugye Gergő már egy kicsit jártasabb ebben a dologban, és azért csinálja csak egyszerűen kézzel. Megkapom a device-t. De mint ahogy látjátok, még ő is egy-két ilyen segédeszközt azért szeret hozzá használni. Ez egyszerűen csak abban eredendő, hogy ennek az elgyengetése kézzel szinte azt mondható, hogy lehetetlen. Viszont ahogy látjátok, ő egészen jól csinálja, és mint ahogy itt is látszik ugye a videón, a központi gödörbe nem szabad, hogy belefoljon ez az adalék, hiszen hogyha azt megcsináljuk, akkor igazából hát az egy eléggé hosszú és fájdalmas javítási procedúra lesz, és eléggé sokba fog kerülni. Következő dolgunk felrakni igazából a hűtőblokkot. Mint ahogy látjátok, ez egy teljesen passzív hűtőblokk lesz, amit ugye mi is ráélesztünk. Ezt igazából magának a hűtőblokknak a súlya fogja rajta tartani az eszközön. Ez nem túl megszokott egyébként átlagos gépeknél, de itt teljesen jól működik, és ahogy látható, tökéletesen jól éleszt, egyik helyen sem folyt ki ez a kenőanyagunk, amit ezzel felaprítottunk. Szóval nincs is más dolgunk, mint hogy ezt a kis konstrukciót, amit itt összeraktunk, ezt hozzáéleszünk a többi alkatrészünkhöz. Van egy ilyen apró kis eszközünk még, amit ugye rá kell tolnunk így a kis lapkának a tetejére. Ez fogja gyakorlatilag a kapcsolatot megadni a processzor és a többi alkatrész között, és ezt igazából egy komolyabb, erősebb nyomással rá tudjuk helyezni az eddigi megépített kis gépezetünkre, és ahogy láthatjuk, gyakorlatilag az összeszerelésnek a nagy részével már készen is vagyunk. Mint ahogy látható, ez a felső rész jóval magasabban van, mint ugye a többi része ennek a kis szerkezetnek. Ez szimplán a hőáramlásával magyarázható, hogy ez igazából miért volt annyira fontos, hogy ott fönt legyen ez a kis alkatrészünk. Tehát a hevítő elemeket ugye most behelyezzük ide a processzor fölé, és gyakorlatilag el is készültünk. Igen. Semmi. Ennyi? Várunk egy-két percet is lehet játszani. Mint hogy hallottad a Gergőt, igazából a boot time eléggé hosszú, ez igazából a fűtőelemeknek köszönhető, maga a rendszer nyilvánvalóan lassan áll föl. Ez szintén a technológiának köszönhető, nem pedig azért, mert ugye nem erős gépről beszélünk. Ezt ugye megtanulhattuk, hogy nyilvánvalóan lehet akármilyen erős gépünk, SSD nélkül lassan indulunk. Ez a rendszer pedig úgy van egyelőre kiépítve, hogy még nincsen megoldásunk arra, hogy gyorsabban indítsuk, de lehetőleg egyébként 2019 vége felére mondják azt, hogy erre lesznek gyorsabb megoldások. És ahogy látjátok egyébként, baromi jól fut. Tehát viccen kívül én nem gondoltam volna, hogy ilyen teljesítményt elérhetünk. Ez kifejezetten nem játékra van egyébként kitalálva, de még ezzel is ilyen irgalmatlan teljesítményre ugye tehetünk szert. Ha jól látom egyébként, már pedig szerintem jól látom, akkor a jelenlegi átlag FPS-ünknek a száma az nagyjából ilyen 170 és 180 között. Nagyon szuper, tehát nagyon 170 és 180 között vagyunk. Ami azért egy nagyon érdekes dolog, mivel egyébként manapság komoly videókártyák sem tudják ilyen grafikával ilyen FPS-re futtatni ezeket. Innen látjuk azt, hogy mennyire komoly ez a rendszer, amivel most dolgunk van. Tehát, Isten, kifejezetten jó lootja van egyébként ennek a... Te mi csinálsz? Felhasználok. De ez egy... Ez egy vízipipa, nem? Igen. De... Ja, azt nem mondtuk? Ezzel nem játszani szoktunk. De... De fut rajta fut rajta Fortnite. Ott van mellette a számítógép. De... De én... Ez... Mert én... Azt mondod, hogy csak így... Igen, pont úgy. Ez majdnem azt mondom, hogy jobb, mint a Fortnite. Gyere, Miki, pipázni!
Szóval, László, köszönöm szépen a figyelmet, szerintem mindenki jók volt a mai videóban, és amelyben tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, illetve mindenképpen csekkeljátok Geri és Vöri közös csatornáját, a Pipacsövet, ahol erről, arról, és hasonló érdekes technológiai eszközökről tudtok majd megbizonyosodni. Informálódni inkább, igen. Mivel foglalkoztok? Vízipipával, meg alapvetően minden ilyen füstölő dolgokkal. Mennyi Fortnite van a csatornán? Ez nagyon sok. Hát az a fő tartalmunk, és azon belül... Szóval, srácok, őszintén, mi tart vissza? Mi tart vissza? Az I betű ott van a sarokban. Oda tessék kattogatni. Mi pedig megköszönjük a figyelmet, és... Sziasztok! Sziasztok! Oh! Ciao!